Tiszteltel köszöntöm Önöket a húzos legújabb adásában. Most arról fogunk beszélgetni, hogy merre megy az autóipar, merre megy az automobilitás egyáltalán. Elektromos, hidrogén, benzin vagy gázolaj, vagy egyáltalán sok-sok kérdés van, szakértőt hívtunk, hogy tisztán Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő. Budapesten született 1984-ben, gyerekkorát Németországban töltötte. A Fasori Evangélikus Gimnáziumban érettségizett 2003-ban. Első cégét, az Autoidea Kft. még ebben az évben alapította, és a mai napig autóipari tanácsadása cég fő profilja. A Corvinuson végzett közgazdász politológusként 2010-ben. Az egyetem után alapította másik cégét, az Automobil Online Kft., amely már a évi közel 600 autó értekesítését bonyolítja. 2002 óta aktív autós újságíró. A legtöbbet a Millás reggeli csütörtök reggelenkénti autós rovatában lehet találkozni vele, és számos autós témájú konferencián is előad, itthon és külföldön egyaránt. Belkönyi Gábor, örülök, hogy itt vagy, szervusz. Köszöntelek, és a nézőket, hallgatókat is. Azt mondtam az előbb a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy hát kicsit rendet vágunk a különböző, irányokban az automobilitás tekintetében. Ti, akik szakértői vagytok, akik ezzel naponta foglalkoztok, ti tudjátok, hogy mi a rend, hogy merre megy ez az egész, úgy igazából? Hát a gyárak sem, nem hogy mi hanem a gyárak sem, meg a gyártóknál dolgozók sem feltétlenül, mert hogy van egy, van egy hype, az látható, az a hype az most egy valami fajta platóhoz ért, hogy hogyan megyünk tovább, hogy merre fogunk transformálódni, keresem a szavakat, mert, mert egyenlőre senki sem látja pontosan. Sem az időtávot, sem azt, hogy ez üzletileg nyersanyagellátás szempontjából, beszállító iránt szempontjából, környezetvédelmi dolgokat figyelembe véve, infrastruktúrális beruházásokat figyelembe véve, hogyan fog, tehát hogyan... Ez lesz, a hype, ez, ez amiről beszélsz, az elektromos autózás mellett Igen. van nyilván, miközben egyúttal van egy elég erős kiábrándultság, hogy ez nem úgy van, nem úgy van, ahogy ígérték, mondják az autógyárak, de hát igazából ezt az igényt nekik kellene felkelteni, ők meg nem tudják, mert drága az elektromos autózás. Hát drága, meg nem mindenki számára nyújt megoldást. Miközben ugye a narratíva arról szól, hogy, hogy ez feltartóztathatatlan, itt nincs más alternatíva, ami életképes lehetne ez nagyon gyorsan jönni fog, és bárki, akinek kérdése van, vagy, vagy árnyaltabban próbálja ezt az egészet nézni, vagy elemzést szeretne adott esetben végezni, környezetvédelmi, társadalmi, munkahelyek és egyebek tekintetében az, az valahogy így félre van állítva, és ugyanazt a szélsőségességet éljük meg ebben is, ahogyan, ahogyan nagyon sok minden másban az elmúlt 5-10 évben. Tehát a, a, az autóipar az, az egy ilyen, tényleg egy ilyen homogén tömként működött nagyon-nagyon sokáig. Ugye a dízelbotrány volt az a, az a vízválasztó, ahonnan kezdve célkeresztbe került, a politika, a környezetvédelem, stb. által. Ha valaki és... nem emlékszik, a dízelbotrány arról szólt, hogy az autó az nem annyit fogyaszt, mint amennyivel eladták, és ezt pontosan tudták ott, ahol gyártották ezeket az autókat, hogy voltak éppen becsapják a fogyasztókat, és teljesen más fogyasztási adatokkal manipulálnak. Meg ehhez a szintes. Igen, és a, fontos, a -kibocsátás. És ehhez képest persze az átvert vásárlók bőszülten követelték azt, hogy kapjanak kártérítést, amit nem kaptak. Hát egyrészt nem kaptak, másrészt meg ugye ez az egész akkor úgy tűnt, vagy legalábbis annak, aki távolról figyelte ezt a kérdést, úgy tűnt, hogy ez egyetlen egy céget érint, miközben aki egy kicsit jobban ismert ezt az iparágat, az tudta, hogy előbb-utóbb dőlni fog az Itt a Favé koncern került bajba. Ezzel. Először. Először, aztán tulajdonképpen végigment ez lényegében egy-két kivételetől eltekintve mindenkin, hiszen azért nagyjából ugyanazok a standardok az iparágban, tehát az nagyon nem volt valószínű, hogy van egy darab cég, amely, amely kiemelkedően más módon dolgozik, mint az összes többi, miközben az összes többi is nagyjából ugyanazokat az eredményeket hozza. Tehát ezt azért lehetett sejteni, hogy előbb-utóbb dőlni fog az összes többi dominó is. Ez megtörtént, és akkor innentől fogva ugye átálltunk egy olyan üzemmódra, hogy nem volt mérlegelési lehetőség a politika kezében, legalábbis az európai politikusok kezében akkor, amikor az autóipar megregulázásáról volt szó. És akkor ez valahogy így összecsúszott ezzel az egész, egész elektromobilitás hype ami, amit szerintem az autóipari vezetők egész egyszerűen rosszul értelmeztek. Tehát olyan mennyiségű pénzt lett erre elköltve, ami, ami tényleg determinálja, is azt, hogy akkor innentől fogva muszáj ebbe az irányba menni? Na de hát azt mondták az autóipari vezetőknek, hogy muszáj. Tehát ők is elhitték, amit mondtak nekik a politikusok, akik maguk sem voltak biztosak benne, hogy amit állítanak, az reális-e. Ez nem, látjuk, nem is érdekelte őket. Tehát, hogy nyilván, itt... nyilván abban a szempontból kellett, hogy ki kellett mondani mondjuk egy céldátumot itt Európában, hogy 2035, viszlát, benzin, gázolaj, innentől csak elektromos autó. És akkor kimondták, és senki nem nézte meg, hogy ez reális-e. Ez nagyjából így van, de hogyha most ezt az egészet megpróbáljuk egy picit ilyen, ilyen mikrovállalkozói szemmel nézni. Tehát tegyük félre ezt az egész környezetvédelmi mázat erről az egészről, és nézzük ezt az egészet csak úgy, hogy mi Európa érdeke, mi az európai autóipar érdeke hogyan kéne ezt az egészet csinálni. Tehát tételezzük föl, hogy igaza van azoknak a hangoknak, még akkor is, hogyha én ezzel személy szerint nem értek egyet, de tételezzük föl, hogy innentől fogva az elektromobilitás valóban a jövő, és csak idő kérdése, hogy mikor állunk át 100%-osan elektromobilitás irányába, akkumulátoros elektromos, elektromos, még egyszer, akkumulátoros elektromobilitás irányába. Tehát tételezés fajta? Persze, persze. Hát a... Trollina, elektromos vezeték, felső vezeték. De Villanynak nevezzük azért alapvetően azt is, amit mondjuk hidrogén, hidrogénnel hajtunk, tehát tüzelőanyagcellás Aha. autó is elektromos autónak számít a nap végén, csak ugye hidrogénből állítjuk el a fedél, elő a fedélzeten az elektromosságot nagyon egyszerűen. itt meg az akusról beszélünk. Tehát tételezzük fel, hogy ez fog történni. Tételezzük föl, hogy valóban Jönnek ezek a hangok, hogy az európai autóipar az elaludt, meg lusta, meg nem figyelte a trendeket, meg azt gondolta, hogy majd reszelgeti a belső égését. Kína, meg Japán, meg Dél-Korea. Ér ezzel értek egyet, de tételezzük fel azt is, hogy ez így van, valóban elaludtunk. Oké, okay. na... Akkor most józan üzleti megfontolások alapján, te, mint vállalkozó, ha ebben a helyzetben lennél, akkor mit tennél? Azonnal levágnád azt az ágat, ami még pénzt termel neked, azért, hogy valami olyamba kezdjél versenyezni, amiben van két kör lemaradás. Fent tudom tartani azt az imidget magamról, hogyha nem vágom le azt az ágat, hogy én korszerű vagyok, hogy én modern vagyok, hogy én értem a világ folyását? Én azt gondolom, hogy a sajtót azt azért lehet bizonyos mértékben irányítani ahogyan irányítva van ebben a kérdésben az elektromobilitás javára az elmúlt években. Tehát azért, aki az elmúlt években, mondjuk két-három évvel ezelőtt megmerte kérdezni, hogy ennek van-e értelme, vagy árnyalni merte a képet, vagy azt mondta, hogy ácsi gyerekek, nem biztos, hogy ez így ezen az idősíkon működni fog, hát az azonnal tegnapivá lemaradott. Mert te azért mosolyogok, mert hogy te ezt végig így képviselted, sokat kaptál? Folyamatosan kapom most is, persze. Hát ez pontosan ezt a szekta jelleget kifogásolom én is, ami, ami minden másban is az életben vissza, visszaköszönt. Tehát, hogy, hogy egyszerűen van itt egy olyan kérdés, amit józan gondolatok mentén, megvalósíthatóság, technikai kérdések, amit így felsoroltam, végig lehetne beszélni. Ez a hang eltűnt Európából. És azt gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon rosszat teszünk saját magunknak. Ugye, hogyha most a jelenlegi helyzetet nézzük, akkor még 10 évig gyárthatnak belső égési motorokat az európai autógyárak. 2035 Igen. a határ. A 2034-ben gyártott belső égési motorok azok jobbak lesznek, mint a 2024-ben gyártottak? Tehát tud ez még fejlődni úgy, hogy 2030-ben a kérdés reálisan fel lehessen tenni, hogy na de ezt most miért akarod kivezetni? Hát ez már alig árt valamit, viszont működik. Az Euró 6 már most is alig árt valamit, tehát hogy a légszennyezettséghez a városon belül nem a belső égési motoros autók járulnak hozzá. Ha vannak tartva? Ugye ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy abban igaza van a belső égési motoros autók ellenzőinek, hogy idővel ezek a mai autók ezzel a bonyolult technikai arzenállal előbb-utóbb úgy is annak áldozatává válnak, ez az érv, hogy valami buhára történik. Meg tudom adni, de ez egy rendészeti kérdés, nem egy technológiai kérdés. Tehát valamit olyan állapotban tartani, hogy az megfeleljen azoknak a standardoknak, amit eredendően kitaláltak, azt szerintem meg lehet oldani, ez akarat kérdése. Meg annak a kérdése... Ellenőrzés kérdése is. Is. Meg itt is lehet szabályozni ám az autógyártókat. tehát itt is lehet minimum standardokat megadni, itt is lehet azt mondani hogy autógyártónak, hogy már pedig 300 ezer kilométert ki kéne, hogy bírjon egy részecskeszűrő, vagy, vagy ha nem bír ki, akkor adott esetben értelmezhető áron lehessen cserélni. Tehát most ötleteket mondok, sok mindent lehet tenni annak érdekében, hogy ne az történjen, ami történik Kelet-Európában, hogy ahogy öregedik az autópark, a csak 25 évesek vonulnak az utcán. Pontosan, sorban. persze. Pontosan, tehát ezt nem kéne hagyni, ahogy azt sem kéne hagyni egyébként, hogy ez szankciótlanul menjen tovább. E, ami általában az érvünk szokott lenni, amellett, hogy nem jó különböző tiltásokat ilyen merev határidőkkel csinálni, meg nem jó megdrágítani azt, ami már egyébként eddig működőképes volt, az alapvetően arról szól, hogy öregszik az autópark, nem ez lenne az érdekünk. Hanem az lenne az érdekünk, hogy az Euró 6-nál rosszabb besorolású autókat belátható időn belül meg tudjuk ritkítani, de úgy rendesen, hogy azok is olyan autókkal tudjanak közlekedni, akik eddig azt gondolták, mármint öreg autóvezetőként olyan autókkal tudjanak közlekedni, akik azt gondolták, hogy ezt nem fogják tudni megtenni. És ahogyan, mert én nem tudják anyagilag megtenni. Na jó, de senki nem lesz, aki finanszírozza az autócseréket a vásárlón kívül. Tehát, hogyha én nem tudok venni egy erőhatós 6 autót, ülök a 20 éves autómban, vagy még régebbiben, akkor senki nem fog a zsebébe nyúlni, és azt mondani, fi, a környezetvédelem szempontjából te kapsz tőlem 10 milliót, itt van egy autó. Nyilvánvalóan nem, csak hogy az inflációt meghaladóan, jelentősen meghaladóan drágultak az autók, alapvetően azért, mert ugye olyan technológiai standardokat kellett teljesíteniük az elmúlt években, és olyan szindioxiddal kapcsolatos büntető hogy mondjam, hát büntető intézkedések vannak, ez így lehet nevezni a flotta fogyasztással kapcsolatos dolgokat az EU-ban, amik ugye nagyon-nagyon jelentősen megdrágították a belépőszintű mobilitást. Tehát nem olyan nagyon régi az az idő, nem olyan, nem olyan sok sok évvel ezelőtti az, az idő, amikor 4-5 millió forintért új autót lehetett vásárolni. Euró 6-ost? Olyat, ami környezetvédelmi szempontból egy Jelentős ugrás előre. Most... Na de ha nem korlátozó semmit, akkor nyilván marad minden a régiben. Maguktól az autógyárak sem, meg a vásárlók sem fognak feltétlenül környezetbarátabb autókat vásárolni, csak azért, mert az környezetbarát. Ez így van, ez így van, de hogyha eddig 4-5 millió forintért tudta valamit venni, majd most kvóták, különböző vezetéstámogató rendszerek kötelező vététele, és az elektromobilitás keresztfinanszírozása miatt ugyanaz az autó négyről hirtelen 8 millió lett, és közben a jövedelmek, az infláció és minden egyéb egész Európában eszi a vásárlóerőt. Akkor a használatotok autók körbe-körbe Európában, cserélnek gazdát, Egyre és valójában minden változatlanul marad, persze. Na de ha meg azt mondjuk, hogy 2035-től nincs benzines, akkor erre ez egy válasz, mert akkor legalább nem termeljük újra ugyanazt a problémát. Ez így nagyon jól hangzik elméletben, csak hogy ez tíz éves távlatban nem tűnik megvalósíthatónak, főleg nem azzal az infrastruktúrával, meg azzal az infrastruktúra fejlesztési tempóval, amivel jelenleg Európában rendelkezünk. Ugye a legtöbb autógyár arra hivatkozik, hogy gyors töltéssel az ő autója 40-50-60 perc alatt 10-80 ra feltölthető, csak éppen gyors töltő nincs. Hogy akár még ennél gyorsabban is, ezt is tegyük hozzá. Én, csak. én ezt értem, de ha nincs gyors töltő... Igen. Ott az utca sarkon, akkor ez azt jelenti, hogy leraktam este, és reggel visszamegyek az autóhoz. És ezt ki fogja finanszírozni, mármint az, hogy legyen gyors töltő, és ez hol lesz működőképes üzleti modell, és a többi, és a többi. Tehát itt sok mindent számba lehetne venni. Én egyetlen egy dolgot visszatérve az eredeti gondolatra, egyetlen egy dolgot kérdeznék meg újra és újra. Ha van egy olyan működőképes üzleti modellünk, ami a jelek szerint azt gyártja, amire alapvetően vágynak a vásárlók, alapvetően szüksége van a vásárlóknak, akkor miért szállunk ki valamiből hamarabb, mint ahogy egyébként még pénzt lehetne vele termelni? Mert ez a pénz, ha feltételezzük, hogy az elektromobilitás az egyedüli és egyetlen jövő, ez a pénz az eléggé hiányozni fog ahhoz, hogy ebbe az irányba transformálni tudjuk az autóiparunkat. A másik, amit meg szeretnék kérdezni újra és újra mindenkitől, aki szerint jó volt az, ahogy eddig csináltuk, hogy a szén-dioxid kvóta az miért volt egy, egy, olyan dolog, amivel kereskedni lehetett autógyárak között úgy, hogy innen jövedelemtranszfer történt, az, Európa az Európai Unió gazdasági térségéből jövedelemtranszfer történt a konkurencia irányába. Tehát, Ez fordítsd le, minden mindannyian értjük. Ugye alapvetően dioxid azok továbbra is érvényben vannak, és ugye egy, egy csökkenő Szintet kell, hogy bejárjanak autógyártónként. Ugye ez arról szól, hogy van egy bizonyos szorzó, minél nehezebb az autód, annál magasabb lehet a széndiokszid kibocsátásod, de most már ott vagyunk nagyjából hogy, hogy jelentős mennyiségű plug-in hibrid és tisztán villanyautó nélkül ugye nem lehet teljesíteni tisztán belső égési motoros autókkal egy modellpalettával a jelenleg érvényben. Így vannak, vannak rákényszerítve az autógyárak az elektromos autógyártására. Tiszta sor, rendben van. De akkor, amikor valaki ezt nem tudja teljesíteni, akkor vagy ne legyen kereskedhető ez a dolog, ugye ezeken ezt finanszíroztuk a saját konkurenciánkat, Megvettem az ő fölös kvótáját, azzal, hogy az enyémet kipótoljam vele. Így van, és erre éveken át üzleti modellek épültek. Tehát nem a valós piaci igényeknek ment neki egy autógyártó. Egészen pontosan lehet tudni, hogy melyik autógyártóról beszélünk, hanem Melyikről? a Tesla-ról alapvetően. Hmm. Tehát a Tesla ebből élt. Én, én értem, hogy. Mert hogy nem gyártott belső égésű motoros autókat, van. tehát a kvótát maximálisan Abszolút. ki tudta használni arra, hogy eladja a sajátját. Abszolút. Másnak. Abszolút. És én azt is értem, hogy abban a helyzetben az a cég ezt nagyon okosan és ügyesen kihasználta. Én is ezt tettem volna a helyükbe, te is ezt tetted volna, min mindenki ezt tette volna. Ha van erre lehetőség, csináljuk. Nincs ezzel semmi baj. Azzal van baj, hogy ha már szeretnénk, hogy a saját iparunk labdába rúgjon ebben a témában, akkor lehetett volna azt is mondani, hogy rendben van fizessetek, vagy különítsünk el ebből a büntetésből származóan egy olyan alapot, amit arra használunk föl, hogy a saját iparunkat transformáljuk abba az irányba, amerre az Európai Uniós politikus szeret, szeretné, hogy transformáljunk. Ne arra költsük el ezt a pénzt, hogy mi gyártunk be első égésőt, és valahova máshova egy amerikainak vagy egy kínainak eladjuk, hogy megvesszük, bocsánat, a kvótáit, tehát ő eladja nekünk, mi megvesszük, innen megy el a pénz, ebből nem jön semmi, tehát hogy ebből nem fejlesztettem. Ebből gyárthatom a belső égésümet tovább. Igen. De ez, ezt nyerem Saját magamat adóztatom vele, teljesen értelmetlenül. Na várj, van itt egy friss adat, készültem. A klímaváltozást akaró amerikai autósok a CNBC adatai szerint 26... De, a klímaváltozást? Klímaváltozást tudatosító amerikai autósok Igen. 26 a mondja. Igen. A klímaváltozást tudatosan értő autósok, 26%-a mondja, hogy elgondolkodik az elektromos autó vásárlása. Nem az összes amerikai, hanem akik értik, hogy ez miről szól. 26%-uk. Az egy nagyon-nagyon durván kicsi arány ahhoz, hogy átálljon az egész világ az elektromos autózásra belátható időn belül. Belátható időn belül nem is fog átállni az egész világ elektromos autózásra. Na, de akkor autózása? miről beszélgetünk valójában hosszú évek óta? Arról, két dologról. Több dologról. <laughs> Lehet, hogy elhamarkodottam, mondtam ezt a kettőt. Ugye egyfelől azt gondolom, hogy ott aludtunk el mi, hogyha több eszembe alkalmazhatom ezt az európai autógyártásra. Ott aludt el az európai autógyártás, hogy évtizedeken át ugye nagyon jó pénzt keresett a belső Kínában, amivel keresztfinanszírozta sok esetben a saját működését is. És egyszerűen mint hogyha nem lett volna arra érzékelés, hogy ott valami fundamentális változás történik. Tehát van egy kínai kormányzati akarat, ami 10-20 éves, vagy még annál hosszabb időtávokban fölépít egy alternatív rendszer. És nem piaci módon finanszíroz, hanem kormányzati döntéssel. Így van, de erre nekünk ugye erkölcsi alapunk kritizálás szempontjából nem nagyon van, hiszen mi is védtük a saját dolgainkat évtizedeken keresztül, sőt, mi is gyarmatosítottunk Korábban, hogyha a nyugati. Hát ez nem is kritikának körténet. szántam. Ez a az az nem egy piaci döntés volt, hogy nem. Így, így kell lennie, nem azt mondta a párt. Pontosan. De a párt az meg is adta ez a, a teljes spektrum támogatást. Tehát azt mondta a cégeinek egyrészt, hogy építsetek föl egy új nyersanyagláncot, vegyetek bányákat vegyétek meg Afrikát úgy, ahogy van. És ez meg is történt lényegében. Tehát onnan, meg Dél-Amerikában, meg mindenhol, ahol lehet bányát venni, ahhoz, hogy azokat a nyersanyagokat biztosítani lehessen, ami ehhez az alternatív rendszerhez egy kicsit a földfémekről beszélünk. Sok mindenről, ami, ami, ami gyakorlatilag helyenként, száz százalékban, helyenként csak 70 vagy 60 százalékban, de a kínai cégek kedvétől és kényétől függ, hogy így finoman és szabatosan fogalmazzunk. Tehát évtizedeken keresztül végtelen mennyiségű pénzt pumpálnak valamibe kormányzati akarattal, fölépítenek egy alternatív nyersanyag ellátási rendszert, és azt mondják, hogy ez lesz a jövő, innentől fogva mi így előzünk oldalvonalról. Hát azért vannak a nyugatnak is megfelelő szolgálatai, megfelelő think tankjai, megfelelő gazdasági folyamatokat, finom rezgésekből értelmező vezetői ez nem tegnap előtt kezdődött el. Tehát ezzel foglalkozni kellett volna. De ez nem arról szól arról a, a fehér ember önteltségéről? Tehát, ha mi tudunk mindent, mindenki más egy kicsit hülyébb. Persze, de. de miénk a Mercedes, Audi, BMW, Fiat, Peugeot, Renault, mit tudom én. És mi mindig nyerünk. Hát ezek a legjobb autók a világon, hát most hülyésked, mi japán autóban ülsz. Hát most komoly, emlékszel, az én gyerekkoromban ez még olyan volt, hogy ugyan mi vágytunk a japán autóra, de tudtuk, hogy mennyire lenézik Nyugat-Európában azt, akinek japán autója van, csak erre futja ez közben hogy megváltozott? Ez változott, és ugye itt a változások tempója is rettenetesen felgyorsult. Tehát amíg mondjuk egy japánnak kellett három évtized, egy Koreának már csak két évtized, egy kínainak meg lehet, hogy csak egy évtized fog kelleni mondta fogva, hogy komolyan neki állnak egy, egy piacot megdolgozni. De Hát és ez bejött jött Kína, amivel végül is ebben a, ebből a szempontból senki nem számolt, mert a kínai autókon még tíz éve is röhögtünk. Persze. A BMW-től lopják a forma tervet, a Mercedes-től az orrát az autónak, és nyikorog minden, és milyen szaga van belül. És ma már ez abszolút nincs így. Tehát aki abban van leragadva, hogy ők másolnak, vagy te, 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 kezdjenek utána olvasni a kedves nézők vagy hallgatók, hogyha nem foglalkoztak ezzel a témával, iszonyatosan erősek bizonyos területein az autógyártásnak, már most vezetőek bizonyos területeken. Bizonyos területeken meg nem. Ez teljesen normális, mert ugye mindig érdemes belegondolni abba, hogy egy, egy, egy kínai piacon azért nagyon-nagyon sok mindenkinek még mindig nem volt autója. Vagy akinek most lesz először autója, annak az az autó, amit akkor él meg autóként, amikor először birtokolhatja. Nem tudom, érthető, amit... Hogy ott... ne emlékszünk arra, és szerintem erre sokan emlékszünk, amikor megjelentek az első dékói autók Magyarországon. És hát Kétségtelenül ezt lehetett nagyjából elmondani róluk: olyan fapadosak voltak a legjobbak is, hogy a falattal másikat. Európában alig lehetett eladni őket. De, egy kerete... de hát hogy megváltozott ez is húsz év alatt? Meg egy két keleti autóból, aki átült akkor egy új koreai autóba, annak ugye kitágult a világ. Még az is egy lépés volt. Egy nagyon komoly persze, lépés persze. volt, de, ott, de Kínában meg arról beszélünk, hogy előtte egyáltalán nem volt autója. Tehát ő nem, tehát a kínai vásáron nem feltétlenül tudja mihez mérni azt hogy neki az lesz az autó, az lesz a standard, amit először a kezébe adnak. És ha az adott esetben egy villanyautó lesz, mert éppen azon a környéken, ahol ő lakik, vagy abban a városban, ahol ő lakik, a villanyautó az, amit megengednek a hatóságok, akkor onnantól fogva ő a villanyautót tekinti autónak. Ezzel semmi baj nincsen. Azzal van baj, hogy az az elvárás az európai cégekkel szemben, hogy egy olyan versenyben próbáljanak meg bármit tenni, ahol ezek a támogatások, Kvázi nincsenek meg. Tehát egy Európai Uniós gazdaságpolitika az nem fog elindulni, és bányákat venni azért, hogy mi olcsó tudjunk. Nem, de most védővámot szeretne kivetni. Ez meg önmagában nem lesz elég semmire. Sőt, ez alapvetően szerintem kedvezőtlen hatással lesz a mi versenyképességünkre hosszú távon, mert azt gondolom, hogy technológiai értelemben nagyon sok mindenben, most is nem, hogy fel tudjuk venni a kesztyűt, hanem alapvetően jobbak vagyunk még mindig egy sor dologban. Egy sor dologban Na, meg... Mondj példát, mi, mi, az, ami nem megy a kínaiaknak, és mi az, amiben jobbak, mint mi? Minden, ami... Ugye a, a digitalizáció kérdése a kínai társadalomban, főleg egy nagyvárosban, tehát nyilván nem a vidéken élő és sokkal rosszabb anyagi körülmények között élő kínaiakról beszélünk, hanem azok között, vagy azokról beszélünk, akik nagyvárosokban élnek, és gyakorlatilag tényleg mindent digitálisan a telefonjukon keresztül intéznek. Ezekben a kérdésekben egyszerűen gyorsabbak. Tehát ez a guruló okos telefon, mint tematika, ez, ez jobban megy nekik. Tehát a mi autóiparunk az, az lemezmunkában gondolkodik, futóműben gondolkodik, csupa olyan old school hardware ügyben, amitől nekem autó az autó, de lehet, hogy az alatt a jövő generációnak, meg már ezek egyáltalán nem fognak számítani. Legyen egy baromi nagy tablet az autóban. És tudja minél több olyan dolgot. És ennyi. Ami egy kiterjesztés gyakorlatilag az okostelefonnak. Nekem nem ez az autó, de nagyon sok mindenkinek meg igen. És ebben egyszerűen mi konkrétan sokkal lassabbak vagyunk. Tehát ezen, ezen fejlesztések implementálásában lassabbak vagyunk. A Tesla a fejlesztésével ezt értette meg? Mert hogy ott is ugye azt az szoktuk mondani, hogy a négy keréken guruló tablet, és hát nyilván az is, mert ha belenézek abba a belső térbe, akkor ott igazából más nem is nagyon látok. És ennek is megvan abszolút a maga helye, szerintem, a, a, az újonnan jött vásárlóknál, vagy a vagy az autóipart mindig is egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen öreg szagúnak érző ö, ö, tehi ö, fiúknál S meg. És most itt van a 21. század, lám csak. Igen, de a Teslának például ez a, ez a technológiai disruptor image -e szerintem jelenleg nagyon súlyos kihívásokkal küzd. Tehát egy előregedett modellpalettával, meg, meg egy láthatóan mással leterhelt, vagy mással foglalkozó cégvezetővel egy kicsit így a fogaskerekek közé került szerintem az az image, amivel az elmúlt tíz évben meg tudta nyerni magának azokat a vásárlókat, akik rengeteg pénzt költöttek. Nem hogy baj, jól megy minden, akkor minden jönnek űrhajónk lesz egy idő után, ha a főnökből indulunk ki. Igen. De engedjük el, térjünk vissza ide hozzánk. Van egy Hát nem is annyira vita, úgy tűnik, mintha lenne egy döntés arról, hogy például a hibrid autókról leveszik a zöld rendszámot. Ami felvet kérdéseket egyrészt, hogy eladtál nekem valamit, azt mondtad, hogy ez így lesz, aztán most már nem így van, akkor az én általam megvett cucc, az sokkal kevesebbet fog érni, onnantól kezdve nincs rajta zöld rendszám. Másrészt felveti azt a kérdést, hogy ez bölcs döntése akkor, amikor közben meg azt akarjuk, hogy az elektromos autók terjedjenek. Miközben most valójában egy ilyen belépő szintű elektromos autózást fosztok meg az előnyeitől? Egyfelől azt gondolom, hogy, hogy azért akinek volt egy csöp, jó, józan belátása, azért azt sejthette, hogy ez örökké nem lesz így. Tehát hogy egy zöld rendszer, nem egy szerzett jog, ami az autó életének a végéig együtt lesz az autóval, hanem ez egy olyan kedvezmény, amivel be akarunk lendíteni egy technológiát, ami egyébként nem lenne érdekes. Ez szerintem sikerült. Az egy, Ha a terveket nézzük, azt szerintem egy ilyen elég lágy átmenet, hogy itt azért viszonylag sok idő van arra, hogy fölkészüljünk, hogy az autónkról le fog kerülni a zöld Sok időnk van arra, hogy eldöntsük, hogy van-e értelme így ilyet venni, vagy nincs -e így értelme ilyet venni. Tehát, hogy én ezt nem érzem egy ilyen fájdalmas lépésnek, vagy egy méltánytalan lépésnek, ez nagyon régóta benne volt a levegőben. Egyetlen egy problémát látok, hogy akkor, amikor például a plug-in hibrid autóknak egy olyan generáció jött most már ki, az újabbak, a harmadik, negyedik generációs plug-in hibrid autók, amelyeket valójában lehet tisztán Emissziómentesen használni mondjuk napi ingázásra, hiszen most már ott tartunk, hogy 70 vagy akár 100 km-es hatótávokat tudnak ezek az autók. Pont akkor fosztjuk meg ezektől a, 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 ezeket a kedvezményeket. Tehát lehetne adott esetben egy kicsit differenciálni, és azt mondani, hogy drasztikusan kitoljuk a VLTP regula szerinti hatótávokat, mondjuk az öldrendszám képességhez, tehát azt mondjuk, hogy legalább mit tudom 80 én, 80-90 km Azt ér rosszul érzem, hogy aki egyszer beleült egy ilyen plug-in hibridbe, nagy valószínűséggel az elektromos autózás felé fog tartani az életében? Tehát, hogy nem fog visszamenni egy sima dízelhez, egy töltés nélküli benzineshez, mert erre rákapott. Tehát, hogy pont ő az, akit erre lehetne ösztönözni, hogy menj tovább ezen az úton. Lehet mondani, hogy ez egy kapudrog? Hogyha, hogyha, az elektromobilitás részét nézzük, és én egyébként például kifejezetten szeretem használni ezeket az autókat, de ugye nagyon sok mindennek össze kell ahhoz állni, hogy ennek értelme legyen. Ugye a, pont a plug-in hibrideknél egy rettenetesen nagy és jogos kritika volt éveken át, hogy, hogy egyszerűen céges használat szempontjából nagyon sokan csak azért választottak ilyet, mert ugye az adózási kedvezmények azok predesztők. Cégautóadó nincs például. Nincs, így van. Parkolás törtő, nincs. Így van, töltőkában ebben van a csomagtartóba bontatlan kora óta, és teszünk rá, vígan autózunk, és kész. Nyilván ez volt ilyen. Nyugat-Európában is volt ilyen. De még inkább ösztönözte ezt, ezt, a viselkedést az első generációs plug-in hibrid autónak a technikai képtelensége, az az hogy mondjuk 20 km tudnak elmenni. Ki fog azzal bíbelődni egy 10 évvel ezelőtti plug-in hibridnél, hogy 20-30 km miatt bedugja folyamatosan az autóját. Ez nyilván így nem volt értelmes. Most meg nagyon sokféle szempontból tudnánk differenciálni. Tehát ugye a modern mai autókban benne van az, hogy, hogy te egészen könnyedén kiolvasható a valós fogyasztása ezeknek az autóknak. Lehetne az adózást alapvetően ahhoz kötni, hogy ténylegesen mennyi volt az, az elektromosan megtett kilométer, például egy ilyen autónál. Vagy lehetett volna mondjuk az Euró 6-os szigorításoknál, vagy az Euró 7-nek a, a, tervezeténél gondolkozni olyas, olyasmiken, hogy a geofencing technológiát bevezessük. Az mi? Geofencing technológia ugye alapvetően arról szól, hogy egy adott, meghatározott körzetben csak emissziómentesen lehessen használni egy autót. Tehát ha azt mondjuk, hogy zöld rendszer, vagy azt mondjuk, hogy valamilyen kedvezmény, és azt mondjuk minden mellé, hogy szeretnénk, ha a városainkban belátható időn belül lokális emissziómentes közlekedés valósulna meg, akkor lehetne ösztönözni az autózusokat arra, hogy, hogy olyan autókat használjanak, ami mondjuk egy Budapest táblán túl tisztán villanyjal működik csak ugye egy plug-in hibrid autó 70-80-100 km-es ezt könnyedén lehetővé teszi, ját lehet szelni a várost kétszer egy ilyen hatótávval. Ugye egy, egy, modern ilyen jellegű autóban meg lehet határozni, hogy mikor odaérünk valahova, milyen töltöttségi szint legyen az akkumulátorban, és akkor így kell tudni tervezni. Ezek nagyon egyszerű dolgok, tehát, hogy... Hát ettől elég, eléggé messze vagyunk. Hogy látod, az, hogy az elektromos autóknak az a generációja most kezd megöregedni, amelyik az első generációs volt. És most jönnek azok a hibák, amiktől az autó értéke hirtelen valami nagyot esik, mert egy akkumulátor csere az, az, nem olyan ebben az autóban, mint a hagyományos benzinesben, hogy valamelyik az aksishoz, aztán tegyünk bele egy másikat vagy a technológiailag agyon cicamázott és elektromos autók technológiai problémái is most jönnek elő a 8-10-12 éves autók esetében. Ez mennyire kezelhető jelen pillanatban? Mennyire van felkészülve a szervizhálózat? Mennyire van felkészülve a fogyasztó, a vásárló maga, hogy most neki egy 12 éves elektromos autóval egész más kérdések merülnek majd fel, mint mondjuk a benzinesével régen? Ugye, most elkezdem itt sorolni az ilyen, az ezzel kapcsolatos problémákat, akkor olyan könnyen át fogunk esni abba az irányba, hogy akkor ö, itt valamilyen ellenességgel, vagy valamilyen. Hát nézzük ezt csak reálisan. A agendával el. vádolnak minket. Egyfelől, ha nem a leges legelső pillanatos elektromos autókat nézzük, ahol gyakorlatilag a termomanagement, tehát az akkumulátor temperálás még gyerekcipőben járt, vagy se hogyan sem volt megoldva, tehát, ha nem ezeket az autókat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az akkumulátor degradáció, tehát az, hogy rohamosan romlik az akkumulátor teljesítménye, ez sokkal jobban alakult, mint a, mint a félelmek alapján ez várató lett volna. Tehát az autók a mostani tudásunk szerint alapvetően jobban bírják a strapát, mint, mint, mint amennyire itt e, negatív szenárió. Ugye az első időben nagyon túl melegedő akkumulátorokról volt szó, ami pusztítja az akkumulátor élettartamát. Is, de a hideg is, tehát hogy sok minden, sok minden volt a ilyen szempontból problematikus. Ez szerintem jó. Mármint, hogy jobban alakult, mint ahogy sokan erre számítottak. Ami súlyos problémát jelent az elektromos autózás kapcsán, az az, hogy a javíthatóság kérdésében ellenérdekeltek a gyártók. Az is lehet, hogy egy kicsit ilyen, ilyen túlbonyolítottnak hangzik, vagy, vagy, vagy összeesküvés elmélet szerint. Nem, hát ezt De... egyszerűbben is ismerjük, a mobiltelefonjainknál is értjük. Tehát a három-négy éves mobiltelefon már nem kívánatos a szervészben, mert ugyan már. Igen, csak itt van még egy passzusa ennek a dolognak. Ugye a szindioxid kóta miatt az autógyártónak muszáj nyomni az elektromos eladásokat. Tehát neki nem az a buli, hogy visszahozol egy 5-6 éves elektromos autót és megjavítjuk, hanem az a buli, az le van írva minél gyorsabban, hogy vegyél még egyet, mert akkor eladhat még egy belső égés. Na, de mellé. egy 5-6 éves autót visszaviszek, és ott nekem ezt válaszolják, hogy ehelyett inkább egy újat kéne venni, uram, olyan autót biztos nem akarok venni még egyet. Ugye ez technikailag ha csak a javíthatóságát nézzük, az nem szokott fönnelni, mert általában azért a 8 év, meg a 160 kötője 200 000 km kilométer az akkumulátorokra mindenképpen vonatkozni szokott, vagy legalábbis az elektromos hajtásláncra. Ami mondjuk egy egyszerű törést jelent, az sokkal nagyobb probléma. Tehát egy, egy, egy gazdasági totálkárt elérni, akár egy kisebb kocsanással, egy villanyautó esetében, az a hétköznapi probléma, emiatt van az, hogy a biztosítási díjak, főleg Nyugat-Európában, iszonyatosan megemelkedtek. De egy egyszerű töréstől miért lesz ez gazdasági totálkár? Mert az esetek többségében a, 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 gyártó félve attól, hogy adott esetben valami hosszú távú károsodás történt az akkumulátorban, inkább azt mondja, hogy cseréljük az akkumulátort. Onnantól fogva, hogy az akkumulátor pedig cserélni kellene, onnantól fogva biztosan gazdasági káros lesz az autó. Tehát egyszerűen elmagyarázva azt lehet mondani, hogy ahol mondjuk egy légzsák vezérlő jelet adott arra, hogy egy légzsák kioldjon, biztosan számíthatunk arra, hogy gazdasági káros lesz az elektromos autónk. Uh -huh. Ha én használt elektromos autót akarok venni, ami egy gazdaságos megoldásnak tűnik akkor, hogyha, ha ebben gondolkozom, de nincs annyi pénzem, mint amennyi. Ott nekem milyen költségekkel az autó árahoz képest számolnom, hogyha akkumulátort kell majd cserélni benne. És hát ugye előbb-utóbb nyilvánvalóan kell, tehát használtam, veszem mondjuk induljunk abból, hogy hat éves az autó. Ez egy nyilvánvalóan kell, ez egy. Ez egy ö... Nem kell nyilvánvalóan. Tehát, hogy erre, erre, hadd válaszoljak egy kicsit ilyen provokatív módon. Ha te ezt egy második autóként szeretnéd vásárolni, és mondjuk az eredeti, kapacitás alapján mondjuk a, tudott 300 kilométert menni az autót, vagy tudjon 200-at, mert egy öregebb autóról beszélünk, és a 200 helyett már csak 150-et tud menni, vagy 140-et, ami már lényegében, hogyha ha betű szerint vennénk mondjuk a garanciális feltételeket, és még az autó egyébként garanciális lenne, akkor már, már kvalifikálna egy garanciális akkumulátor cserére. De te egyébként ezt az autót alapvetően arra szeretnéd használni, hogy mondjuk második autóként a napi ingázásodat megold, a gyerekeknek az ide oda vitelét megold, a munkába járást megold, és még ezzel is túl lövöd alapvetően azt, amit egyébként kihasználnál, akkor egyszerűen a használt autó árába kell tükröződnie annak, hogy az az autó akkumulátor szempontjából mennyire van elfáradva, vagy nem elfáradva. Ettől még egy autó sokáig használható tudna maradni. Tehát önmagában az, hogy hogy mondjuk egy 80 os szintet már nem éri, tehát az eredeti 80 át már nem éri el az akkumulátor teljesítmény, az nem jelenti azt, hogy az autó ne lehetne bizonyos felhasználási formákra vígan használható. Az egy más kérdés, hogyha valaki valami oknál fogva úgy gondolja, hogy ő elfből akar villanyautózni, és a hosszú távú közlekedését is csak is kizárólag ezzel szeretné megoldani, Eh, ott már nagyon nem mindegy, hogy mondjuk 350 kilométert fogja tudni az autó, vagy 400-at, vagy már csak 280-at, ha a napi ingázását, vagy a vidékre járását is ezzel az autóval szeretném. Te ma bátorítanál valakit arra, hogy vegyen új dízelt vagy benzinest? Tudva azt, hogy milyen kötelmek érik a következő évben, évtizedben a különböző autótípusokat? Ez abszolút attól függ, hogy ki mire használja az autóját. Én nagyon sok ügyfelet bátorítok arra a napi munkámban, hogy menjen elektromos autót, mert a körülményei ezt teljes mértékben visszaigazolják. Mondjuk otthon tudja tölteni, például, vagy a munkahelyén. Például, és úgy használja az autóját, és kiszámítható az élete, és így szeret autózni. Tehát, hogy én lebeszélni alapvetően csak azokat szoktam erről a technológiáról, akiknél azt érzem, hogy van egy romantizált képe arról, hogy hol tart ez a technológia, mire való ez a technológia, és mi mindent fog tudni vele megoldani. Tehát akinek mondjuk az a, az elképzelése, hogy stabil 500 kilométert fog tudni venni az autójával 130-as tempónál télen és nyáron üvöltő klímánál és működő fűtésnél, annak azt kell mondjam, hogy ezt gondolja újra. Aki évi 60-70 ezer kilométert megy, annak meg halálosan nyugodtan lehet dízelt is ajánlani, meg benzint is ajánlani. Tehát, hogy, hogy ez felhasználási terület kérdése. Az Világosan látszik, hogy a használt autó árak minden, eh, hogy mondjam, ortodox villanyautós eh, eh, hozzászólás ellenére eh, nem omlottak össze. Sőt, az Egyesült Államok piacán gyakorlatilag azt lehet látni, hogy eh, nagyon sok esetben egy összemérhető, összemérhető belső égésű motoros autó használt piaci értéke magasabban van egy villanyautóénál. Egyszerűen azért, mert ugye a használhatósága, jobb. Kész, ennyi. Tehát, hogy ez ennél nem bonyolult a történet. Ez mikor változik meg? Vannak-e olyan technológiák már, vagy látszódnak -e olyan technológiák, amitől a villanyautózás nem lenne ennyire korlátozott hatótávú, korlátozott felhasználhatóságú. Itt arra gondolok, hogy egy akkumulátor elméletileg ugyanaz az akkumulátor biztos képes lehetne 2500 kilométert is menni, ha másképp működne maga az aksi. Erre nyilván vannak kísérletek. Én megmondom őszintén, hogy ez az egész ható ez teljesen én, az én fejemben nem, nem így működik. Ezt hát fel. a távkérdés akkor merül fel, hogyha nem csak városi közlekedésre akarod használni, hiszen előtt te mondtad. Töltési tehát az, idő. hogy megállok a benzinkúton, és egy órát kávézok, vagy tovább tudjak menni, ez nagyon sok ember életében nem fér bele, de legalábbis elborzasztónak tűnik. Uh, Egyrészt villámtöltővel tényleg sokkal könnyebb az élet. Tehát, hogy ott azért már nem egy órákról beszélünk, hanem... Sokkal könnyebb, de drága? Nehez meg a következő kérdés, így van. Tehát itt, itt egyszerűen kilométer alapon, például én német áramárakat figyelembe véve, az a helyzet, hogy most jelenleg drágább egy normális villanyautóval közlekedni, amennyiben ugye nem otthonról töltjük, meg nem napelemről töltjük, meg nem egyéb módon előzünk jobbról, hanem, hanem mondjuk tényleg közkutakon idézőjelben, köztöltőkön kell adott esetben töltenünk, ott a kilométer költségek magasak. De ami, a, ami az eredeti... Hogy van a technológia arra, vagy, Igen. van-e kutatás arra, így, hogy négy lát, láthatóan eredménnyel kecsegtet. De itt a ható, igen, a hatótáv volt az, amiről egy kicsit még beszéljünk, hogy szerintem ez a hatótáv Növelés, mint egy ilyen presztízsverseny, hogy mikor lesz 1000 km-es hatótávú villanyautó. Teljesen felesleges. Nem kell 1000 km hatótávú autó, semmi értelme. Lehet 500 -600 km de Le, legyen 300 km -es. Ez is rendben van. Legyen minél kisebb az az akkumulátor, mert annak van a lehető legkisebb ökológiai lábnyoma. A töltési idő az, amiben jelentős áttörést kéne elérni, mert az nem tud fenntartható és működőképes dolog lenne, hogy egyre nagyobb akkumulátorokat rakunk bele az autókra azért, hogy egy ilyen határhelyzetet, ami ri viszonylag ritkán fordul elő a legtöbb ember életében, azt kényelmesebbé tudjuk tenni. Tehát azért ne legyen nagyobb akkumulátor egy autóban, ritkában kelljen tölteni. Ennek így nem nagyon van értelme. A töltési sebesség az, amit, amit egyszerűen jelentősen kellene tudni növelni, de ez egy energetikai kérdés is, meg egy akkumulátor technológiával kapcsolatos kérdés is. Én nekem azzal semmi problémám nincsen, hogyha a környezetvédelem érdekében nekem 300 kilométerenként meg kell állnom 10 percre. Az rendben van. Az, hogy 300 kilométerenként Eleve csak akkor jutok a célomhoz, hogyha jelentősen csökkentem a sebességemet az eddigiekhez képest, és nagyon-nagyon óvatosan, és nagyon kiszámolva, és nagyon nyugodtan közlekedek, és akkor utána nyolcféle applikációt kell letöltenem ahhoz, hogy esetleg tudjak tölteni valahol, ami vagy működik, vagy nem, és hogyha nincs ebben rutinom, akkor tehát érted, mit szeretnék ezzel mondani. Jelenleg nagyon sok random faktor ebben a dologban, és az, aki ezt életvitelszerűen, meg hobbiszerűen, meg meggyőződésből csinálja, annak ma sokkal egyszerűbb dolgom, mint öt évvel ezelőtt. Ma már szerintem nagyon sok ember számára működőképes tud ez lenni, de azt felejtik el ezek a felhasználók, meg ezek az evangelizátorok, akik ugye a villanyautózást elvisíkon próbálják ráerőltetni mindenkire, hogy az emberek többségének az autó az egy közlekedési eszköz, és nem szeretne nyolcféle applikációval küzdeni, nem szeretne azon gondolkozni, hogy az a töltő, ami éppen megállt, az most akkor 25 vagy 40 perc alatt fogja föltölteni annyira, hogy éppen hazaérjen, nem szeretne télen és nyáron eltérő fogyasztásokkal küzdeni, tehát nem szeretne ezekkel a dolgokkal Alapvetően ilyen értelemben bíbelődni. Azt szeretné, hogy legyen egy működőképes, kiszámítható az eddigiekhez hasonlatos közlekedési eszköz. Hát és eszközben. akkor visszakanyarodtunk oda, hogy vagy otthon tudod tölteni, vagy a munkahelyeden naponta, és akkor biztonságban vagy, és, és teljesen kiszámítható minden az elektromos autóval, vagy jönnek ezek a problémák, amikről beszéltél. Még egy dolgot, ha már szóba hoztuk, akkor azért én megkérdezek tőled a, a hibridek kapcsán. Te ma tanácsolnád, tudatában annak, hogy változik a hibridek megítélése? jogi értelemben mm -hmm. is, az, hogy valaki hibridet vegyen? Vagy, vagy dönts el, vegyen elektromost, vagy vegyen belső égését? Nem, nem feltétlenül, nem, 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 nem. Tehát, ha valaki egy autóval szeretné megoldani az életét, és adott esetben tud otthon tölteni, vagy tud a munkahelyén tölteni, vagy egyébként hajlandó ezzel egy kicsit foglalkozni, és vesz egy olyan autót, ami tud ilyen 70 kötőjel 100 kilométert valóságosan plug-in hibridként, annak ezt a technológiát most is kifejezetten és szívből tudom ajánlani, hogyha az élet profiljába ez, ez mm. alapvetően belevág. Tehát, hogyha valaki minden nap lemegy, vagy mit hetente lemegy ide-oda-oda, -oda, vagy felmegy ide-oda-oda, -oda, csak hogy nehogy véletlenül... <gül> minden <gül> <gül> hétvégén irány a Balaton. Na, igen, mondjuk. Az már nem fér bele ebbe. Nem feltétlenül ezt kell tanácsolnám. Bár hát akkor meg megy benzine, vagy gázolajjal. Igen, de hogyha... Akkor ezt, ugyanott tart, mint hogyha vett volna egy benzinest. De hogyha ezt totál kiszámíthatóan csinálja, és egyébként napelemben mondjuk a nyaralójában tudja tölteni az autóját, és tudja, hogy az esetek nagyon kicsi százalékában szeretne gyorsan visszajutni azonnal mondjuk a Balaton túlvégéről e, Pestig, és mondok ilyen extrém dolgokat, akkor, tehát hogy ez ritkán fordul, akkor egyébként ha nyugodtan vehet villanyautót is. Tehát, hogy nagyon sok mindenkinek tud ez egy jó megoldás lenni, most is csak Tényleg ki kell hangsúlyozni, hogy ez nem olyan egyszerű, nem olyan könnyű, mint ahogy eddig. Értelmes dolog szakértősz fordulni, hogyha valaki autót akar venni. Ugye ideig tudtuk, mit akarunk. Tehát akarok egy piros, nagy, ötszemélyes, nagy csomagtartós, nem tudom mit, vagy egy kék, pici kupészerűt. És akkor azt ugye el lehetett dönteni. Most már annyiféle technológia van, és annyiféle variációja van a különböző technológiáknak, hogy a saját igényeim kapcsán érdemes megkérdezni valakit? Én azt gondolom, hogy igen, már csak azért is, mert azt láttam, hogy minden két irányba rettenetesen tudnak torzítani ezek a népi bölcsességekből fakadó előítéletek, amik rettentő makacs módon tartják magukat. Pro kontra egyaránt. Tehát a én nem veszek ilyet, én nem veszek olyat, én csak ilyet veszek, én csak olyat veszek. Ki kell egy kicsit nyitni a, az elménket, hogyha jelenleg gondolkodunk autóvásárlásban egyáltalán nem biztos, hogy az, amit elsőre gondolunk, az lesz a legjobb megoldás számunkra. És ez. ez a technológiák teljes halmazán keresztül megy. Tehát a, már pedig én nem veszek dízelautót, de megyek 70 ezeret egy évben, és nem tudok otthon tölteni. Től az ellenpélda, sosem megyek ki a városból, és tudok otthon tölteni, de nem vagyok hajlandó elektromost venni. Miért? Tehát, hogy, hogy nagyon sok ilyen konkrét példával találkozom, és újra és újra muszáj edukálni szerintem ebben a kérdésben az embereket, és ebben én azt gondolom, hogy nem jó, hogyha azokat a végleteket nézzük, amikor valaki csak az egyik, vagy csak a másik mellett tud szenvedélyesen érvelni. Mert... Ez általában nem a legjobb megoldás. Semmiben sem, ebben sem. Gábor, köszönöm szépen. Köszönöm. Hát néhány szempontot megvilágítottunk. Ha dönteni akarnak, azért, ha érdeklődnek, akkor azért remélem, hogy velünk tartottak az elmúlt időkben. Gábor, köszönöm. Még egyszer hogy Gábor autópiaci szakértő volt a vendégünk az előző beszélgetésben. Jön a húzós legközelebb is. Remélem, velünk tartanak minden jót.